néhány perces technikai átállást követően, de tényleg csak néhány percest követően, egy különlegesen egyedülálló produkció részesei lehetnek itt Tiszalökváros megújult főterén. Az István a király rockopera kivonatos verziója következik, ahol a helyi Mámor színtársulat tagjai, a tiszalöki Kossuth Lajos általános iskola és alapfokú művészeti iskola diákjai, néptáncosai, a tiszalöki 54 éves múltra visszatekintő népzenei együttes tagjai és az erre az alkalomra összeállt tiszalöki lakosokból álló tánckar egészíti ki a Varga Miklós neve alatt fémjelezett örökérvényű rockoperát. Ennek hátteréről Tiszalökváros polgármestere Gömze Sándor úr fog majd néhány szót szólni a produkciót követően. Kérem Önöket, hogy a műsor alatt videófelvételek készítése a szerzői jogok miatt szigorúan tilos. Tisztelő figyelmüket köszönve, és még szeretném megtartva, szeretném átadni a szót Gömze Sándor polgármester úrnak. Ezek után nagyon nehéz megszólalni. Először is megpróbálok rövid lenni. Miniszter úr, köszönöm nagy tisztelettel, hogy elfogadta meghívásunkat, és részt vett a rendezvényünkön. Köszönöm képviselő úrnak a gondolatait, és hát nagyon nagy tisztelettel megköszönöm ennek a közösségnek, akit itt láttak, akik különben nagyjából április 30-án születtek, és azóta együtt vannak, és reméljük közösen, hogy együtt is maradnak, hogy ezt a nagyszerű élményt biztosították számunkra. Nem fogom elmondani annak a történetét, amit Marika az elején mondott, hogy hogyan született ez a mai este. Röviden Tölgyesi Né Kata felvetette, hogy ez az álma, hogy egyszer ez itt megvalósuljon. Én meg azt mondtam, hogy hajrá, és megtalálta azt a csapatot, azt a közösséget, akiket ma este itt önök láttak. Engem végig az előadás során a hidegrázás környékezett, nagyon nagyszerű élményeket éltem meg, és meg vagyok hatódva. Én nagyon szeretném megköszönni egyrészt valamennyi fellépőnek, a kisgyerekektől kezdve, az anyukákon, apukákon át, a művészekig, és én itt most mindenkit művész alatt értek nagybetűvel. De külön szeretném megköszönni Tölgyesi Né Katának, hogy kitartott, nem túl sokat aludva az utóbbi időkben, és nagyrészt köszönhető neki is, hogy itt lehettünk ma este. Tölgyesi Né Kata, meg is este ötletadója volt, hanem természetesen a rendező asszisztense is. És természetesen nem mehetünk el szó nélkül Kuti Patrícia mellett sem, aki rendezőként működött közre. Szeretnénk köszönetet mondani É. és Ákosnak is, aki szintén rendezőként működött közre. Szeretnénk köszönetet mondani Tamás Attilának, zenei vezetőnek. És nem utolsó sorban Tiard Laforez Csabának, koreográfusnak.
a hétköznapok során is, de ma még inkább nagyon jó volt Tiszalökinek és magyarnak lenni. Isten éltessen Magyarország! Köszönjük szépen! Még egyszer minden fellépő, rendező, szervező és közreműködő nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes estét, szép jó éjszakát kívánok önöknek.